sem ér. Millás reggeli. Hát egészségpénztárakról beszélgettünk már többször, és azt lehet látni, hogy az utóbbi évtizedekben a magyar egészségügyi kiadások 30%-át a magánszereplők finanszírozzák, ami pedig mind európai, mind régiós összehasonlításban elég magas szám. A magánfinanszírozásról és az egészségpénztárakról lesz szó Magyarországon. Dr. Váradi Péter van itt velünk, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat. Hogy alakult, hogy ilyen magas lett Magyarországon az, hogy magánszereplők finanszírozzák az egészségügyi kiadásokat? Hát ez a helyzet, ez régóta fönnáll, tehát az utóbbi talán 10 évben ez az arány az állandó volt, tehát ez a 30% körüli arány. A következő években, vagy talán már ebben az évben is egy kicsit talán csökken az orvosi béremelés hatása miatt, de lényegében nem változik. Ennek az összetétele is érdekes. Az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kap a magánegészségügynek nevezett, amit ez a köznyelv magánegészségügynek nevez, tehát a magánorvosi ellátás, fogászati ellátás, magánszakorvosi ellátás, diagnosztika. Ennek a részaránya ez elég dinamikusan nő, 32% az utolsó adat, de ennél már nyilván jóval magasabban járunk. És a másik nagyon jelentős része, ugye ilyen 40% fölötti részaránya az a gyógyszer vásárlás, tehát nagyjából ebből áll össze ez a 30%. Ez összegszerűen 1000 milliárd fölötti évente. Ez jó vagy nem jó? Ez jutott eszembe, mikor hallottam ezeket a gondolatokat. Nem jó, nagyon összefoglalva. Azért nem jó, mert gyakorlatilag ennek a 90%-át a magánszemélyek a saját zsebükből fizetik ki. Tehát ez az arány, ez a családi költségvetést megboríthatja. Tehát minél nagyobb ez a úgynevezett out-of-pocket költés az egészségügyre, annál nagyobb az esélye annak, hogy egy család olyan egészségügyi kiadással találkozik, ami a családi költségvetés felborítja, ezért döntenie kell arról, hogy ezt megvalósítja vagy nem, és akkor természetesen, hogyha úgy dönt, hogy nem, akkor ez egészségkárosodáshoz vezethet. Hát és tehát azt ez látjuk, a, hogy... Ez az arány, ez jóval magasabb. Mint meg egyfajta kényszer lehet, gondolom én, hiszen azért mennek a magánegészségügybe, mert az államiban nem kapnak meg bizonyos szolgáltatásokat. Vagy nem olyan színvonal? A magán előretörése az jó-e, akkor az valóban egyetértek vele, hogy ez egy nem egy jó vagy rossz folyamat, hanem ez egy adottság. Gyakorlatilag az a helyzet, ami kialakult az elmúlt időszakban az egészségügyben, az egyre inkább a magánellátás felé tereli az ügyfeleket. Itt a Covid után, illetve az orvosi béremelések és a hálapénz megszüntetése hatására az állami egészségügyben kb. 20%-os teljesítménycsökkenést detektáltak. Tehát ennyivel kevesebb ellátást ad, mint előtte. Nyilván ezek az ellátásokra az igény legalább részben megmarad, és ezt a magánegészségügy fogja kielégíteni. Igen, hát én azt nézegettem pont, hogy nagyon alacsony ugye ez a, és csökkenő tendenciát mutat ez a kockázat megosztására lehetőséget adó más szervezet által, vagy intézményesített kiadás aránya. Tehát az, amikor ugye amikor nem zsebben nyúlva kell kifizetni ezt, amit itt részleteztünk az előbb. Így van, erre van lehetőség a magyar szabályozásban. Ezeknek a legnagyobb szereplői ugye az egészségpénztárak, amik arra valók, hogy az emberek megtakarítsanak előre egy későbbi költésre, vagy egészségügyen felmerő igényre. Itt elég tág értelemben kell gondolkozni, tehát ez lehet a gyerek szemüvege, a nagymama műtéte a családban, a fogszabályozás, valóban gyógyszerkiadások, illetve az egészségügyi magánszolgáltatás igénybevétele, akár egy nagyobb műtét, vagy akár szemműtét, ami elég gyakori ugye a szemüvegpótlására. Tehát bármi lehet, ezeket a célokra félretehetnek az emberek, és a befizetéseik után 20% adókedvezményt kapnak. Ez ugye mindenkinek jár, akinek van személyi jövedelemadója. Tehát ahogy mi ezt szoktuk fogalmazni, hogyha valaki elmegy a patikába, és a saját zsebéből vagy a bankkártyájából fizeti ki a gyógyszerét, vagy bármelyik felsorolt szolgáltatást, az gyakorlatilag eldob egy olyan kedvezményt, ami neki járna, és igénybe vehetné.
összesen ilyen az egészségpénztárakon olyan 60 milliárdnyi összeg megy át évente, tehát gyakorlatilag ez töredéke annak a potenciának, amit a magyar állampolgárok kihasználhatnának. Körülbelül 1000 milliárd lenne ez? 1000 milliárdból 60 megy keresztül a pénztárakon. Nyilván ezeknek egy jelentős részét azért az 1000 milliárdból is olyanok veszik igénybe, akik az adókedvezmény alól kiesnek, de mivel, hogy egy egészségpénztár csak az egész család költését azt finanszírozhatja, ezért nyugodtan belevehetjük a nyugdíjasok kiadásait, a gyerekek kiadásait, akik nem fizetnek adót, azután is a családból a tag az visszaigényelhetné az államtól az adókedvezményét. Hogy működik a konstrukció? Mindenképpen kell, hogy legyen egy előtakarékoskodott összeg, és csak azután lehet azt felhasználni? Alapértelmezés szerint a pénztárak így működtek, és ez nyilván ez az előre gondoskodás, ez egy nagyon erős gátja annak, hogy az emberek ezt igénybe vegyék, hiszen vagy nincs annyi pénzük, hogy előre befizessenek, vagy pedig ezt elfelejtik, és amikor éppen használnák az egészségpénztári számláikat, pont akkor nincs rajta pénz. Nagyon fontos az, hogy a prémium egészségpénztárban, ami most Magyarországon a piacvezető, egy olyan innovációt vezettünk be, ami ezt kiküszöböli, ezt a problémát. Úgy működik a rendszerünk, hogy egy egészségpénztári kártyát, amivel vásárolni lehet a legkülönbözőbb egészségügyi szolgáltatóknál, össze lehet kötni egy bankkártyával, és hogyha az egészségpénztári kártyát használni kívánja az ügyfél, mondjuk egy gyógyszertárban kifizeti a náthára kiváltott gyógyszereit, akkor ha nincs az egészségpénztári számláján pénz, akkor automatikusan föltöltődik a bankkártyájáról. Így gyakorlatilag egy olyan kártyát adunk a kezébe, ami sose ürül ki, így korlátlanul tudja ezt az adókedvezményt folyamatosan igénybe venni, anélkül, hogy neki gondolkozni kéne arról, hogy előre befizessen és föltöltse a számláját. Ez egy nagyon népszerű szolgáltatás nálunk, és azt lehet látni, hogy azok az ügyfelek, akik ezt valóban alkalmazzák, ők kétszer-háromszor annyi adókedvezményt tudnak egy évben visszaigényelni. Hát igen, és elég széles a paletta. Ezért többet költenek, hanem azt jelenti, hogy azokat a kiadásaikat, amik egyébként megvannak, azokat automatikusan tudják átforgatni ezen a rendszeren. Igen, és elég széles a paletta, amire lehet költeni, tehát itt azért a prevenció is benne van, amiben akár különböző ilyen telemetriás eszközök is benne vannak, tehát mindenféle okosóra, meg ehhez hasonló, vagy ilyen... Tehát tényleg, hogyha az ember megnézi azt, hogy mire lehet itt költeni, és mire használható mondjuk ez a 20% adókedvezmény, akkor tényleg átgondolhatja azt, hogy mennyire érdemes kihasználni ezt. Igen, hogyha ezt az 1000 milliárdot visszahoztjuk ugye lakosságszámra, akkor több mint 100 000 forint jut egyetlen egy állampolgára. Hogyha most a Jazzy Rádió hallgatóit vennénk, akik véletlenül sokkal jobb anyagi helyzetben vannak, mint mondjuk az átlag magyar populáció, akkor ez emberenként 200-250 000 forint lehet, tehát családonként egy háromtagú családban is kijön ilyen 750 000 forint ilyen költés. Ezt, hogyha a hallgatók magukban néznek és megpróbálják fellistázni, akkor véletlenül nem fog sikerülni, mert olyan kiadások vannak benne, amit nem észlelünk, vagy nem tekintünk, nem tartunk számon. Ha viszont ténylegesen ezeket számba vennénk, akkor kijönnének ilyen eszközök és ilyen összegek. Oké, nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen, Péter, hogy ezeket elmondta. Folytatjuk is majd. Folytatjuk majd a következő alkalommal. További szép napot, jó munkát kívánunk. Én is mindenkinek. Dr. Váradi Péterrel beszélgettünk, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójával, az egészségpénztárak helyzetéről, meg a magánfinanszírozás helyzetéről Magyarországon. Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi megyünk tovább, és majd 8 óra után adóvilág rovatunkkal jelentkezünk. Adóvilág rovatunkban pedig a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalain hajózunk, és hát ugye érintettük Afrika legnyugatibb részét, most sokkal délebbre megyünk egészen a Dél-Afrikai Köztársaságig. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban!